Győzni. Bocsánat! Hát ilyen, mert nem is kérdeztem. Megkérdezhetem, hogy majd. Most amúgy már megint énekeltem majd a dalt. Le kell erpézni, hogy Dani valahol meghallotta. Jó van, Szaki. Szia, Malacka. Itt a vége, add fel hát. Szerintem, hogy ki leszek a semmi közepén. Mostanában amúgy, mióta felraktam a 5M grafikáját, olyan problémákba futtok bele chat, hogy konkrétan van olyan, hogy laggol a chatem. De semmi más nem laggol, csak a 5M-en belüli chat. És nem értem, hogy hogyan és miért. Most pont jó, de értitek. Ó, hol vagyok én? Mi ez a hely? Ó, no! Szia, Zsófi! Tudom, mit érez a Zserikét, tehát a szenvedek a beadandókkal? HTML, te mennyire szenvedsz a beadandókkal? Ez érdekel engem. Mennyi beadandóval kész HTML? Ja, Stevie G tudja, hogy Billy és Dani rokonok, mert Dani elmondta neki amúgy. Mert Dani nem tudta, hogy Stevie G egyszer meg akart ölni, vagy tudta, nem is tudom. Az összes? Ja, hát gondoltam. Stevie G nem tudott jól lőni, a pirosak sosem fognak győzni. A vége, ad fel hát. Tessék! Óvatosan, majd a izé, já, zebrán kéne közlekedni, jó? Van zebra? Ezt neked hoztam, most találtam. Várj, találok én is egyet, figyelj! Gyerünk, nézzük milyen gyorsan sikerült. BAM! Duplán! Duplán lesz nektek, köcsögök! Az komoly! Menjünk ma arrébb innen egy 250 méter. Van, nem a fegyver nincs. Jó napot! Szépen. Beléptem 6-kor, kiszaladtam a kutyával, erre kaptam egy interruptot. Oh shit, látod? Nem baj, de te... Amúgy most... Ha venni kéne egy kutyát, miért akarok venni karácsonyfet, meg kutyát, meg ilyeneket? De tök jó lenne egy kutya. Érted? Nem az, hogy mi ugatunk itt izé HTML-e, hanem egy kutya. Mennyire fáj, ha itt leugrok? Ja, fasza lehet egy kutya, csak nem ugathat, persze. Ááá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 
Előbb látta az új videót, ez a beszéló, shit, itt vannak a piros barátaim. Na mindig Max Elvisnek rablásra. A nice score cserem. Vegyél egy mobszot. Ja, a mobsz ez csak... Jó, de érted, egy mobsz... Az a baj, szeretem a mobszokat, mert jó fejek, meg minden, csak olyan... olyan semmilyenek. Nem tudom, hogy egy tacsit vennék szerintem, egy ilyen törpet. Ez az új kocsim! Ez nagyon nagy ott, vagy azt nézzétek! Ezzel kell járni. Semmilyenek, nem azt is semmilyenek, mert nagyon aranyosak a mobszok. Csak... nem tudom. Egy olyan kutya kell, aki nem csak így van és aranyos. Nagyon aranyosak a mobszok, csak nem van legeszesebbek talán. Német juhász? Persze, pont befér egy izébe a lakásba egy német juhász. Na, hogyha tenném, akkor baszettet vennék, mert mindig is baszettjeink voltak. Dig, te is csak úgy vagy, mit oltod őket? Jó, bundika az vágod. Tegnap felmegyek DC-re, három mondatot beszélek velük, abból a három mondatból, amit ő mondott, kettővel meg akart bántani. Bundi az konkrétan izé. Toxik teljesen mióta, nem tudom, mióta ilyen komoly izé videóvágó, meg editor, meg ilyenek, azóta, nem tudom, akkora arc lett. Ezt true, ugye? Mondom én. Nagyon komoly ez a kocsi amúgy. Kibaszott jól néz ki. Csállemér. Itt a vége, add fel hát. Köszönjük Zaranda. Remek hozzászólás. Viszontlátásra két hét múlva beszélhetünk. Amerika... te tudom milyen egy izé... tudom minek a boldogok.
Nagyon sok ilyen kutyás könyvünk volt régen. Szüleim nagyon sokat útjáztak, aztán én is nagyon sokat útjáztam. Kedvenc kutya fajtád a Basset Hound, amink volt is. Szia Zsani! Dán Dog? Azok is amúgy aranyosak. NF logót honnan tudok szerválni? Fogalmam sincs. Én nem tudom, nekem nincs. Simbaj, persze amúgy de srácok, a kutyák kibaszott nagy része nagyon aranyos. Dalmata is aranyos, csak a Dalmata meg nagyon sok betegséget tud szenvedni, szegény. Csá Karma! Karma 8-9-szel öbong, csak úgy jelzem feléd. Ja, a legtöbb kutyánk az ilyen 30 körül volt, igen. Amúgy most akartam egy új Insta képet. Volt egy olyan kép, hogy ugye nagyon sok kutya kiállításra jártam kiskoromban, mert anyukám még vittek minket ugye tesóimmal. És egyszer volt az, hogy amíg ugye fellett vagy kutya kiállításra úgy működik, hogy van egy ilyen, van amikor a bír állnak gyakorlatilag, és akkor fel kell vezetni, szaladgálni a kutyával körbe-körbe, megnézi, hogy hogy jár beállítani ilyenek. És amíg ezt csináltak szüleim, én bezártam magam egy kutyaketrecbe, és a fotós, aki így a családnak a fotókat csinált, az ilyen gyerekkoriakat, lefotózta ezt, és volt egy ilyen képem, hogy be vagyok zárva egy kutyaketrecbe, ezt akartam megtalálni, de elvesztettük. Pedig akkor ment volna Instán ez a kép. De konkrétan kettő vagy hár, még fogam se volt, srácok, még fogam se volt konkrétan. De annyira boldog voltam, hogy bezárattam magam a ketrecbe, hogy én még nem láttam olyan boldogat, még nem láttam magam, no joke. Előre is boldogat, Balázs. Nem tudom, miért voltam boldog. Csá! Jó. Hello. Mi a csoki? Ne legyen boldog. Mi mindig boldog vagyok. Igen? Igen, mert látlak. Oh. Tudod, az érzelmeim nem koptak az évek során. Van még valaki ezen kívül? Hopp, még... Hopp. Van, csak nincs a városban. Hát, aki a városban is van, csak én. Nem tudom. Rifó itt van valahol. Rifó is... Ja, igaz. Felhívom. Csak elszáll. Elszáll? Megint elszállt magával? Hallod meg? Elszállt maga utóra. Mondjad. Mi ez az undorító piros rajtad? Kicsi réték ruhóvolva. Legalább már van kezed. Igen, igen. Hát, műkész. Tehát. Műkész? Igen. Jobban fáj, ha megütsz? Hát lehet. Próbáljuk ki. Na várjátok. Pillanat. Addig valahogy be kéne állni, annyi a lényeg, hogy van itt aki prospekt. Már be vagyok. De nem úgy. Várjátok. Itt van izé, Jacob vagy a Penya. Nincs, ugye? Nincs. Be kéne állni, úgyhogy kéne csinálni így egy képet itt valahol, a motorok előtt. Aztán kéne csinálni majd még lent is. Álljatok be úgy, hogy a képen akarunk lenni. Én addig gyorsan... Lehúzom a pénzem a WC-n. Persze. Mit kell nyomni a háttérben? Refresh? Mit kell nyomni? Már nem is emlékszem, a commandra olyan rég csináltam. Várjatok. Set money me. 23. Tuti sem kell hozzá. De mit is kell? Connect Q refresh, azaz. Q-E-U-E refresh. Tevileg megcsináltam. Így akartok képet csinálni? Amúgy úgy kéne, hogy kicsit előrébb állunk a mocikkal, mindegyikkel. Hozok helikoptert, már az is benne kell legyen. F8-at nyom már. Steam adatok frissítő, bekerült, jó. Mit jelent ez a parancs? Azt jelenti, hogy hát gyakorlatilag csalok. Egy scriptelek. Igazából annak az aktív... annak a parancsnak volt az aktiválása a scriptelésemnek. Jaj! Mi? Jó napot! Hello. Itt mi fog történni? Egy másodperc. Elmes nyílt nap. Ja? Kell kaja? Nekem nem, köszi.
Ilyeneket hozhatnánk az elmes nyílt napra, nem? Hozhatjátok. Bebaszhatnának a mentősök. Kicsit el kell engedni magukat. A városnak, igen. Ja, de ők is. Majd itt lesz kint a Sandy reptéren, tudod itt a 8-tól. Ja. Hogy nézzetek be. Csak jó. Azért állok itt, hogy ha megtankoltam őket, és agyrákot kapok, hogyha eltűnik addig. Úgyhogy... Jó. Én nem akarok még 10 percig buszokat tankolgatni, úgyhogy itt állok inkább, hogy ne tűnik. Ja, értem. MS nyíltam 8-tól, de SH azt mondta, hogy 8-9 körül jön önbongozni. Nem áll össze a kép. Törpe malacon gondolkodtál? Ez elég fura, hogy egy malac a háziállatod, nem? Meg egy malacot, hogy tudsz szobatisztává nevelni. Egy vadászgörény kéne. Hát így megesz. Álmomba. Mi kéne, hogy Frogger, Volatus? Viszünk egy rumpót. Egy rumpó az is azért a legálunkhoz tartozik. Nálunk volt itt, de most halladom, hogy esettem, most meg kell lesz a nyílt napon, vagy nálam ömongon? Összezavarodtam. És jó voltam, hogy a vadászgörény? Mindenhol is? Ja, értem. Jön egyszerre a kettő, na igen, és az is működhet. Igen, csak egyszer megsimogatod, utána három napig mossad a kezed, mire lejön a szag, az tök jó, hogyha belebújik az ágyadba, amúgy gondolom. Hú, de. Én amúgy úgy gondoltam, hogy állni fogunk, csak a motorok is itt lesznek előtt, mögöttünk. Szóval, hogy álljunk úgy be, hogy itt állok én, aztán tőlem Rifo hol van? Nincs itt? Nincs. Ja, meg kéne valaki, aki képet csinál rólunk. Várjatok. Szóval meg kéne fordulni. Jön a motort hozni. De nem a tiéd volt? Várj, de nem te fotózod, rajta leszel a képen, bátya, valami külsős ember kell nekünk a fotóhoz. Hívjunk egy komédiát. A faszom! Hamarabb gyújtom fel. Jó, tátszik, jó profi fotós. Ez jó komédia volt. Mit csinálsz? Üdv! Tudnál csinálni rólunk egy képet? Persze, persze. Hova menjünk? Ide a kocsmához! Csak le kell fotózni minket. Jó, jövök, jövök egy pillanat. Hello! Nem kell heli végül. Állj be valahogy a motorral, aztán álljunk be így lehető legközelebb egymáshoz, hogy így azért ráférjünk egy képre. Szóval az se baj, ha itt egymásba állunk, mint... Na, értitek? Szóval kemény vagyok. Nem fél odalasan. Még egy kicsit zárkózzatok fel itt a szélén, Mikey. Nem tudom, hogy mennyire lesz jó így a kép. Meg... Ja, jó lesz ez így szerintem. Ja, jönnek fotózni, igen, ő az. Ő az ember, ő a fotós. A komédiás. Igen, 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 a komédiás. Profi fotós, ugye. Úgy kéne lefotózni, mindannyian benne legyünk, mert aztán ez így jó. Le lesz izé rajzolva. Jó, direkt hoztam magammal ilyen nagy látószögű lencsét direkt. Hú, az nagyon jó. Nagy, remek, jó, akkor jó, beállok én is. Akkor álljatok be oda. Mindenki kiválasztotta, hogy fog állni? Hova? Hát, mi? Visz, hogy hova? Mit? Mint, hogy milyen beállásod lesz. Ja, persze. Hogy a vélem? Jó, várjatok rá. Így benne vagytok, ugye ezek. Jó, mindenki most... Most csiiiiz! Várjatok! Várjatok! Bazeg, Rifo, gyere ide mellém, mellém, Rifo! Ott van egy hely, igen, ott van egy hely, Billy mellett. Billy, Donny! Ha! Johnny, nem? Kinek mi? Mint egyikre halt. Billy? Azt mondtam. Jó, most mindenki kész, mert mindenki... Hallod, te így fogsz állni, Rifo? Aha. Jó. Ilyen hordóként, jó van. Jó, jó. Mert, mert.
Jó, még pár posztoljatok, mármint hogy arcokat, jó? Hogy csinálok párat, hogy nehogy valakinek legyen rajta izé. Úgy, hogy elszabad. Itt bal oldalt már elég elkezdtek bekeményíteni itt emberek. Jó. Jó, úgy, jó, ott is volt egy. Jó, jó, lett egy csomó. Hát még csinálok így is, hogy kicsit más, hogy ez. Beszéltek a kamerához. Új. Jó. Jó, és most lesz ilyen vetkőzős? Felőlem? Persze. Jaj, az másik partira hívtak ahhoz. Azt hittem, hogy 20 perc múlva másik helyen. Hello, akkor megyek a vetkőzős. Hello, megyek máshol is fotózni. Hello, majd küld át őket! Jó, jó. Hello. Kösz. 3, 6, 8, 10, 12, 16, 16, 18. Igen, itthon vagyunk, egészen isten. Az izé Victoria? Igen. Ráír. George kedvence. Nem csak George. George kedvence. Georgi. Meg kéne dobni a pénzt, mert rendes. Majd úgy kéne, hogy a többiek tudom, hogy ilyen ülős képet kérek, és úgy lesz, hogy mi állunk, ők meg ülnek előttünk. Persze. Ez a monát mi? Jajajaj, ja. Mondjuk jó sok idő lesz, mire megrajzolják. Jó, persze. Nem baj, ez megalap jól. Ja. Azon gondolkozok, hogy még a másik izét is le kéne rajzolni. Az a baj, hogy úgyis üdés is abbajunk, szóval mit rajzol le? Nem lényeg igazából. Vágodom, hogy majdnem jött a Samir is, csak aztán nem volt ereje eljönni. Szegény! Nem, már annyira sajnálom, hogy beteg szegény. Mondta, hogy megy, küld egy képet. Szaztak, én Billy vagyok ágyről. Ezt megértem egyben. Szaszt, majd nem sokára. A izé Victoria? Igen. Ez az pont mennem kell, sziasztok! Az igen, igen. Még nem most. Ja, akkor nem kell. Jó. Félek sok itt. Csaki, de meg akarsz enni valakit? Majd ha megjön Viktória, nem fogok csinálni. Jól vagy? Csaki, minden oké? Azt mondtad, hogy ilyen kép legyen, hogy ti álltok, mi meg így lent. De ülni! Oké. Csaki, az ülni meg izé kutyával lenni nem ugyanaz. A kutyák is mondott, hogy ül, nem? Ha mondjuk így ülni, nézd. Vagy térdelni, igen, nem, így, a foci menő. Csapatok. Végig nem menő. Vagy így kell, what? Na. Ez jó volt. Erre csak ennyit tudok mondani. De szóval majd nekem jobban van. Ez mi volt valami? Ja? Az igen. Azt hittem, ami nyekert, taliga volt. Itt a lobotta a talicskát. Egy kicsoda. Megjön. Álvaró! Na, el kéne menni a Comenius feladni a hirdetésünk. Mennyi? Nova, hát ez jó főnek. De hát múltkor megfenyegettük. Ja, nem voltál itt Csoki, megfenyegettük őket, hogyha... Ha nem adnak izét, akkor fejbe lőjük őket. Basz, és beleegyeztek. Ja. Na, Csoki, akkor menjünk. Hivatalos szöveg az, hogy kibékültünk velük. Nyugi van. De várjátok, igen, a hivatalos szöveg... Ja, jó, leköpködheted őket. Hozzak motort. Igen. Nem vagyok fel rádión. Járjunk be valahogy, hozok motort. Mikor jön ez a Victoria, Rifo? Aha. Ez jó. Ja. Jövő héten lesz egy szponzorált stream. Eljött. Hozzunk kis tár autót. Hozhatok amúgy, ja. Hát esetleg el kell vinni valakit és megölni, akkor izé. Mercit is lehet hozni? Nem. Szponzorálsz? Dehogy Raid. Én nem kapok ilyen ajánlatokat, hogy Raid Shadow Legends srácok, dehogy is. Csokinak a szuper csapat autója. Ubisoft Store lesz. Nem Vikings, nem. Tesla? Amúgy nagyon jól kaphatnénk egy Teslát és akkor izé. Amúgy az nagy, kirakom a Tesla logót, az adnak egy ilyen kocsit. Kár, hogy nem tudok vezetni. Nem hozhatok egyet, de ja. Megyek vele Csokin. Ti azzal jöttek akkor? A furgonnal? Ez egy szuper csapat autóval. Jó.
Hát mondjuk a furgon azt foglalt. Indítok zené. Szállsz unni? Nem jaksa vagy a kocsi? Jogos. De az a baj, vezetni se tudok. Nem csak az a baj, nincs jogsim, hanem hogy vezetni se tudok. Ez a kettő már így tud baj lenni amúgy. Emeltünk? Igen. Jaj. Ki jön azzal a gangster kocsival? Tokiék. Mi a szar az? Ezt a gettóban loptátok? Ez a balra megyünk. Szuper csapat autó. Na 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 na. Na, hogyha Isten. Már meg se kérdőjelezem. Hogy ilyen 100-as, 110-es tempóval mehetünk. Na. Besorolok. Tudod, kit sorozzál te? Van nagyon elemedő a csoki. Nincs pénzük. Hát igen. Én tele vagyok számlával. Mert mindenki lassított előttünk, tudod. Én nem lassítottam. 150-nél nem bír ezt többet venni, az a helyzet. Hát akkor mehet 150 itt a pályán. Na, én adom. Ki elveszti az eszménytét, az főleg buzi. Milyen volt a szombatodok, chat? Élveztitek már a pihenés az online iskolából? Tudtam, hogy 140 nem megy. 140 nem megy? A másik furgon még annyival sem megy. Motorom nem megy 150-nel. De várjátok, akkor egyik le 130-ra. 130-ra megy mindegyik? Ez biztos, hogy 154-nél tart. Az igen. Mertek, most 150-nel megyünk. Csak idő kell neki, ugye. Miért kaphatok bent? Attól függ honnan? Egész nap melózta, ja, mondjuk ez ilyen. Nálunk is most ahogy sokan dolgozok a frakiból szombaton. Online jó vicc van, de jó, hát csak középsuli, ugye? Hopp! Oh! Ne gyere ilyen közel, Alex! Meg fogod bánni! Én? 133-mal! Ha! Szegény. Eddig még nem esett el senki amúgy? Hát azért falla nem szia, nem, mert mindig elesünk amúgy. Nem tudom, hogy ez most esett el le vagy eddig is, de... Ja. Falla nem szia legál részünk, de hát már a fallen is majdnem illegál. Á, határ! Stop! Holnap jön az új esésre még, hát ez remek. Az előbb amúgy bemutogattak nekem valami bladzosok az izé kórházra, azt utána el akartak vinni, vagyis hát azt kérdezgették, hogy nem akarok a kórház területéről 250 méterre elmenni. Meg gondolom nem azért, mert izé meg akartak simogatni. Hát cukorkát akartak adni. Baj. Kell toszni őket. Ja. Bár amúgy... Hát... Több autó is volt, szóval nem tudom mit csinálni. Gondolom rabolni mennek, vagy fasset, hogy hoppá. Hát most volt egy nemzeti is, meg egy bank is, ugye. Ó, visszatérnek a rablások a városba? Stop, ez veszélyes. De jobb kanyart kell majd vegyünk, jobb kanyar az alagútba. Ó, Scotty, hova lettél? Oké. Na, Scotty, már megint nem tudsz vezetni? Milyen éjjj? Scotty! Ja, azért mondom. Megint le fog ugrani a motorral. Majd egy balos, itt ütöttek el múltkor, emlékszem. Annyit járunk a komédia, azért lassan fejből tudom az útvonalat. Majd a balra! Neked? Vagy nekem? Nekem! Neked! Főnök, egyből vigyük a benzines kannát? Ne, még ne! Nem kell egyből. Oké.
Van itt egyáltalán bárki? Vannak, vannak. Ez a beszéd. Megírtátok a hirdetés múltkor? Igen. Éli-ali-ali-ó! Jó napot! Igen, megpróbált felrúgni. Hirdetéseket jöttünk feladni. Úristen, várjál! Svet, köszi a szemüfit azaznak! Azaz, gratulál a szápahoz, köszi szépen, Svet! Köszi követéseket mindenki, és srácok! Jó. Is. A magánál azt fel lehet adni, hogy ez ilyen állandót, mert megbeszéltük, meg minden, csak még magad a hirdetés nem adtuk át, hogy mit kell hirdetni. Aha. Hát az ilyen papírunkát el lehet intézni, de én majd továbbítom azt a főnöknek, azt, hogy a doksiba fel tudja írni. Ja, ez hát, igen. Jó, hát akkor leírjuk. Hallod, izé, Rifó nem nálad van? Hol van Rifó? Rifót elveszett. Várjatok, mi ide ledobtam a tabletet. Ja, elküldöm neked, az jó? Gyere, kirúgdassa a motorokat. Melyik? Hát küldje az úrnak, aztán kész. Rúgdoss. A mi motorunkat. Én küldhetem, uram. Azért, mert folyamatosan... Már ez egy bűn, hogyha valaki motort rúgdoss. Tessék! Ilyen bejelentést szeretnék tenni. Putyi! Putyi? Igen. Tudod, lepottyantam az égből. Striptease klub lesz este! Igen. A szépségversenyen. Hú, azt nyerném. Hölgyeknek. Ja. Hát beöltözhetek. Mind a tíznek. Buzibár szépségversenyre. Be kell öltözünk hölgynek, csak ki azt menjünk az épségversenyre. Ó, biztos meg. Perhunk bár izét. Ez a bomba segg. Hát igen. Világbajnok. Világbajnok. A reptérre is azért nem engedtek be, mert azt hiszik bombát szállítasz, nem? Ez az. Hát pedig már tudja léptél volna. Nem enged át az detektoros ajtó. De mi bombát szállít, az te vagy a bomba. Látom, ér. Érzem a tüzet az urak között. Ja, ne, hosszú borkát, uram, mert nagyon rekedt a hang. Szikra. Fúj. Rekedt vagy, jó hallottam. Hát jó hallja. Ja, nem ilyen gégegép, én azt hittem. Micsoda gégegép? Tudod, sokat tisztok, meg szivarozok. Na, az jó, én is. Gégemettő sem volt. Sok hányástól nekem is már kicsit berek. Rá is kell gyújtani most, hogy mondja. Gyújtson. Minden igaz, elküldtem. Igészségére. Igen, igen. Lesz egy új tagú, nem is szóltam még róla. Kérsz már két 100 cigit, vagy hol vagy Sky? Te kérsz? 100 Apollon, cső mindenkinek, srácok, hogy most jött a chatre. Hello, nem tudok beszélni a chatre. Hello, hello mindenki. Kéri Ali Halihó. Cső. Jó, mondom én. Mostantól meddög vagy. Maci Laci a piros. Ja, Csoki nem volt itt a csapatépítőn, amikor izé tanultuk a neveket. Pedig neki kéne a legjobban amúgy. Én nagyon rossz vagyok. Szerintem nem segített. Nagyon rossz a név memóriám. Hát ezt vettük észre. Továbbítottam is a félnek, majd remélhetőleg elég hamar beírja. Mindenki is főrökezel. Jaj, maradj már főnök. Igaz báty. Mindenki báty. Főnök vagy bátyja, vagy te. Vagy testvére, szép testvére. Vagy testvére, valamelyik. Hanta itt vagy. Most nem faceless vagytok? Hát a fallen MC a legálunk, a faceless is illegálunk. Nincs itt. Faszom. Esküszöm, megverem. Segítsünk? Nem kell. Támogatod, hogy egyet. Hozzam a kannát? Felgyújthatjuk, akarja. Nem kell. Mit szól? Meggyilkoljuk magát, veszi a komédiát. Á, nem kell. Magáért az egész komédia. Á, nekem nem kell az egész. Hát akkor fele. Nekem én égek is rész. Nekem csak a 150%-a kell tudod. Nem amúgy. Pedig jó hangzik. Nem vagyok nagyra vágyó. Miért nem? Ha, van egy motorom, meg még egy. Ezt mehet vagyok velé. Na lá, nem is kell több. Minek kettő? Ezért nem szeretne egy hírűnösségem? Hát az egy kettő, mert az egyik az egy chopper, a másik meg egy cross. Oh. Tudod főmenni a hegyekbe? Vál. Oda menekül a rablások után? Nem, én nem szoktam rabolni. Ez a komédia hírnökség szokott ilyen rosszokat csinálni? Nem. Mi full tiszták vagyunk, inkább minket keresnek az emberek. Mert nem mondjuk, dolgoznak elég jól. Hát mi kikérem magamnak, én egész nap majdnem, hogy dolgozom. Hát maga lehet. Nem. Hát én lehet. De más nem érti.
Hát van egy kis női hangú kis srác, és hát lehet, mondtuk hogy neki, hogy vigyed már a hirdetéseket, légy szíves. Kicsit. Azt vitte egy 30 percig, utána meg 3 óraig nem vitte. Rászóltunk, aztán megint vitte 10 percig, aztán megint nem vitte. Vannak ilyenek. Nem tudja, mi hirdetésünket látnám. Hát nem tudom, én a múltkor tényleg küldözgettem ezért. De mai nap egy ilyen kicsit pihenő napot tartottam, és összvisz 4 órát. Most mondom, hogy végeztünk itt? Vagy most mi van? Hagytam a többit a többire. Most megadjunk egyébként? Vagy most mire várunk még? Ura. Én nem tudom, mire várnak. Ja, én azt hittem, hogy várunk valamire. De én is, nem megy. Ja, hát csak akkor megyünk. Jó. Jó, van viszlát. Kocsolni. Én mivel jöttem? Várja, ja, ezzel itt a szélén. Itt végén majd felmegyünk a hegyekbe. Hát semmi nálatok van, persze. Itt van már Hanta. Tudjátok mit kéne? Mivel nem tudunk fegyvert szerezni, ki kéne zsebelni pár ilyen rossz fiút. Csak az a baj, van bárkinél fegyver? Kés. Baseball-től meg kés. Mit szóltak, ha ilyen pár ilyen izét elkapunk ki, kis piros arcot, azoknak tuti van pityú. Jó. Ajaj, csak ha elvesz izét, az a baj, hogy mi van akkor, ha... Van nálam egy fegyver, a kocsi csomagolatójában, most viszont félre tév. Na. Várjon a főnök. Elvileg. Megöttétek már ezt. Mert kellene az, de izé... Ha már megint a főnökekkel beszélek, eddig a fejbe lövöm magam. Mert ő mondta azt, hogy... kellene az a Phoenix is, amit volt eddig is, tudod? Hogy ő azt is akarja, hogy az is megjelenjen. Mind a kettő? Igen. Szép hónapokat. Jó napot. Hol vagy, Rifó? Halló, Tomás, én nem tudom már, mit akartatok. Akartatok egy új hirdetést? Hát azt elküldtük. Igen. De a főnök akarja azt a Phoenix-eset is. Mit? Várjál, te azt mondtad... Ja? De maga van minden. De most főnök, most mi a faszom van? De lehet többet tudsz, mint én. Mert te álltál itt a gőszög, nem én. Hát annyi volt, hogy ők jöttek beadni egy azért, azt elhiszem. Keveredés, kavarod el. Te meg is ezt mondtam az előtt. Te meg azt mondod, hogy de neked a másik is kell, ami volt. Mi történik? Azt mondod, hogy rakjuk bele az állandóikba. Mondtam, nincs meg az a régi állandó. El ezért küldjük az újat, igen. Csak ez kell. Igen, igen, ezért csak jöttünk feladni az újat, ennyi. Nem akarjuk a régit. Jó van, én összezavarodtam, mint a faszom. Jó van, én értem, miről van szó, hagyj el. Akkor mehetünk? Most veszed a mindenki. Benne van. Én is értem, Mácsi. Mindjárt bent lesz. Túl bonyolította. Nincs kevés fegyverünk, csak... most érdem lehet gyártani. Tudunk ugrani SS-ben? Jaja, mehetünk. Főnök egyébként a blássátnál mindig van pisztoly. Meg ezt kidáltam volni. Be van zárva, nem? Nem tudom. Na, pillanat is bent van, jó? Jó, jó. Köszönjük. Köszönjük, akkor megyünk is. Így, itt rendben van. Hello. Viszlát. Mondjuk, hát... belegondolva lehet nem jó ötlet elrabolni tőlük, mert azt a kocsmához majd rézi, de hát most érted, valahonnan kell szerezni. Tudjátok, mit mondtak nekem ezek a gorilla arcok, vagy mik? Van valami deadsec, vagy micsoda? Nem tudom, elvileg összesen 6-7-en vannak, de kurva sok fegyverük van. Őket kéne kipakolni. Nagyba. Igen. Yeah. Ja. Hallod, Doni, én a drift iskolától tudnék fegyvert szerezni. Most azonnal? Most azonnal nem, de valamelyik napra szervezni tudnék. Fel tudod hívni őket amúgy, hogy izé? Igen. Várj, akkor parkoljunk le ide elsősbe. Szereltesse meg ennél, meg kell szereltetni, de meg gyere ide, én lehúzodok ide ebbe a sikátorba, azt hívjuk fel őket, vagy hív fel őket, azt meg hallgatjuk. Nem kell mindenkinek, mert lehet kicsit észrevehető, csak aki. Menjetek belsesbe is párat. Gyertek! Na. Sokat is fizetünk érde akár. Azt kell mondani, ezt bebúrjuk az egészet. Mint a húr.
Nem tudod, Dani melyik fraki van? Uhú, a bizében, Golden Threadbe. Remélem felveszi. Kicsünk. Akkor másik számot tűrjük. Hello mindenkinek, aki most jött, srácok. Sziasztok. Hello. Ő direkt nem mondta? Hát a faszom se tudta, hogy most direkt nem mondja el. Én nem tudtam, nem néztem most izét. Úgyis megtudjátok most. Nem spoilerezni akartam. Most az, hogy tudod ki melyik frakiben van, az nem árul el annyira sokat. Szóval, hogy milyen RP-t képvisel, az teljesen más, úgyhogy, ja. Hát ez szomorú. Egyik se? Megadod nekem is a számokat? Mhm. Nekem is van egy számom. Hívál fel azt is addig gyorsan. Jó. Max elmegyünk hozzájuk oda az izébe. Amint az inkább a leszekhez van nekem számom. Hát elmegyünk oda az izébe, Max. Lemegyünk el végig, ott szoktak driftálni, ott lent a bólónál. Azt mondta izé és George is, igen. Ja. Igen. Dokkuknál. De elmegyünk oda, azt megnézzük, vannak-e ott. Azt kérde, nincs itt. Az a baj, hogy nem tudják, hogy én tudom, hogy ők mit csinálnak. Mert itt csak mazban találkoztunk, de hát kiterítettem, kik azok. Hát lehetsz mazga most is, ahogy van. De nem én, nem ők. Ja. Ők tudják, hogy én atya vagyok. Hogy ki vagyok valójában. Sky, mire fogsz megyek? Az egyház feje voltam, meg ilyenek. Meg ők most is úgy tudják, hogy az vagyok. Hát akkor igazából, hát most se tudja. Lehet addig mazga kéne lenni, de még oda megyünk a dokkokhoz. Sky, hogy valaki felismeri. Lehet egyszerűen, ha berádiozod még egyszer. Nem veszik fel, megyünk el hozzá. Legyen a többiek, majd jöjj hozzá. Jó. Álljátok észre az indulásra, menjünk le a dokkokhoz majd. Ja, jó, csak még itt kell tuningoltatni egy kis furgant. Sok itt. Sziadtak, hogy az izét. A szupercsapat elgett. A szupercsapat elgett. Ja, megvan. De nem veszik fel, de mindegy, az a lényeg, hogy... Hogy a driftsulisok a Blastor szerezték még annó a fegyvert, de szerintem azért most is így van. Elvileg nagyon tele vannak, szóval csak tőlük kell venni igazából, akkor azt hát meg mindig, mindig ilyen áról alul vették de a fegyvert. Van számom amúgy. Nekem is, én is nagyon olcsón tudtam még a fegyvert venni. Rajtuk keresztül, úgyhogy valószínű, hogy nekik is van még sok fegyó. Valószínű. Van számod, de hívj, csörgess meg te is. Ja, aztán menjünk lassan, ja, induljunk el a dokkokhoz. Kell valahogy fegyvert kell szereznünk, srácok, arra kell lenni. Megmutatod az új esetet, egy percre megmutattam. Jó, itt, aha, vezessél már, nekem szarszám. Ja, íme itt van. Íme itt van! Meditálom. Mi ez az ízé, szeletelő zene amúgy, WTF? El kéne menni majd tankolni. Bazd meg, erre nem számítottatok? Csárendej! Ja, bazsár! Ja, elmehetünk tankolni, és útközben esik egy csomó benzinkút. Nem vette fel. Nem, még nem végeztünk, várjátok már meg. Egy csoki toktat. Ja, doktasson. De megyünk. Menjetek. Adjatok itt minket. Itt ki is fognak a torkunkot. Ez a néma buli az erősséggel. Húhú! Igen, tudom. Na, múlt kös volt én. Remélem, találunk valakit amúgy. Kérnétek, Csoki! Persze, mindjárt megvan. Most miért vártok? Csokira várunk, elmegyünk tankolni, aztán elmegyünk a deceket, megnézzük. Ha nem működik a decek, valószínűleg átmegyünk facelessbe, és facelessbe elkapunk pár bladzost. Most ez a terv szerintem. Ez lenne az ilyen legjobban működő terv szerintem, I guess. Én örülök, hogy CVG visszatért. Várom, milyen szitok lesznek
Donnie és CVG között azért. Érdekes, érdekes lesz szerintem mindenképpen. Eléggé várom, elég várom. Vész lesz PogChamp, így is van, ez is. Na viszont egyáltalán fegyvergyártás szerdos, ideiglenesen nincs. Vagyunk. Vagyunk ma. Megindulhatunk, akkor megindul a sor eleje. Egy ilyen 70-es tempót körülbelül nyomatunk, majd itt lesz egy bal kanyar. Atya még meditál. Én nem, én már megyek. Várja, ez itt van. Jobb kanyarra. Ti merre mentetek? Mert itt a fél hol csapat itt van, még az SS-nél, csak így mondtam. Küldök mindjárt Kordit. Jó, van. Halló? Halló? Te ki vagy? Tonival beszélek? Ja, ja, ja. Kivel beszélek? Te vagy az a Tony Arts, tesó? Hát, ja, de te ki vagy? Hát, amikor Oszpaszban voltam, próbáltál nekem segíteni, Stevie G vagyok. Ja, téged mit elkül a Mace-ban tetejére? Aha, ja, 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 vágod, tesó. Hol voltál, hogy 3 hónapig? Hát ez hosszú. Küldjenek Kordit a többieknek. Van egy jó meg egy rossz hírem, vágod? Na. Tehát az a pálya, hogy éppen na, leszámolok az ellenségeimmel. Igen? Te nem vagy az ellenségem. Vagyjuk. Viszont Billy az az volt. Így most jön a jó hír. Utána küldelek a faszba, a pokolba. Hát egy... Ajánlok! Felhívott ez a Stevie G. Hogy elküld a pokorra. Én? Ja. Ki a fasz az? Most ki a fasz? Nem tudom, elvileg valami, amikor még rendőrök voltunk, már aki, akkor bejött a PD-re haldokolva vágóra, olyan volt, mint valami izé radioaktív fertőzött, nem tudom, ilyen csiga. Konkrétan izé mászott a földön, alig kapott levegőt, meg ilyenek. Aztán izé segítettem neki, felment a Maze Bank tetejére, eltűnt 3 órabra, és meg felhívott, hogy elküld a pokorba Billy után. Aranyos. Na, nagyon kedves. Finom. Kedves egy ember lehet. Mit szóltok, elraboljuk, azt kinyírjuk. Adnám, ha lekísérnénk. De, de, de. Én. Pénz van nálam. Szerintem ő nagyon sokat ér azoknak a piros komáknak. Lehet, hogy már érne 500 000 Nem úgy, mint az a csaj. Vagy 500 fegyver. Vagy 500 fegyver, ja. Már megint? Történt egy kisebb baleset. Random ránk robbant akut tankolás közben. Au! Fáj! Már megint mit csinált ezek? Hát 10 percre nem lett titeket egy. Az egész város lángokban áll. Hát nem hiszem el benne. Van itt Mass Resurrection spell, IC, vagy valami? IC ügy, nem? Ez IC ügy szerintem, és igen. Áááá! Ah! Innentől nem IC ügy. Jó, ő az admin. Éjjel, ad reportom! Jó, ez admin ügy azért. Ez az, ez egy... Ez nagyon jó. Te most komolyan ilyen haltál, miközben kijöttél a reportra? Nem, felrobbant közben, nem ilyen voltam. Mindenki meghalt, az összes autó mocink oda. Én tudtam, én mondtam, hogy a pokolra küldelek, bazzak. Én túléltem. Hát úgy direkt gyorsan van, itt számítottam rá. Köszi. Gondolom, tudtam. Ajaj. Náluk felrobbant a kút. Már megint. Nálam most nem. Nálam. Akit sikerültem. Hogy is mondjam. Aki, ajajaj, mi a fasz történik? Ahogy felszedlek, fussatok! Raplex az egyes ID, nagy fasz. Ez fasza. Futás! Mi a fasz? Fos benzinkút, nem modell srácok, csak egy benzinkút, a felrobban a szeren, megpróbál respawnolni, csak mivel körülötte izé van tűz, ezért felrobban magától. Ajajaj!
Nagyon-nagyon robban. Oh. Ezt nem hiszem el! Futás! Futás! Mondtam, hogy Stevie G leszel ma velünk! Na, az berohan. Megvan mindenki onnan? Hallod, zöld lett a hajam! Azt a mi... Crasheltem. Szétcrashelt a játékom. Shade Red Queen. Oké. Remélem nem crashelt ki mindenki, mert nekik nincsen priójuk, mint nekem. Erre annyira nem számítottam, hogy őszinte legyek. Nem tudom, erre nem voltam felkészülve, hogy őszinte legyek. Nem tudom, hogy erre fel lehet-e készülve lenni. Tehát VTF. Easy szerint ez nem normális, 10 szek múlva crash. Igen, érdekes volt. Komoly baszki. Mindenki crashelt vajon? Mondom, ezek a benzinkutak el vannak átkozva nálam, chat. Utálnak. Stevie G gyors volt a bosszat, hát így van. Sorban instant 10-et ugrottam előre? Oh shit. Hát, akkor lehet, ma még sörnyünk a deccekhez, bár lehet 6-an is elegek leszünk. Mindegy, mert meg kiderül. DVG nem tudott jól lőni, de a benzinkút robbantása a tehetsége neki jó, felbaszott mindenkit és felrobbantott. Ez nem értem ezt szöveg, de nem baj. I tried. Ne! Hallod, lezuhant a repülőm is. Hallod, Shrek hajam lett, ezt lezuhantam. Na most ne csak motorok kellenek, nem? Hát meg az a pár emberünk eltűnt, azt hiszem. Ja. Igen, ja, úgy háromszor ennyien voltunk. Ja, hát 19 ember kéne legyen. 2, 4, 6... 9, jó, 10, 11, jó, még 7 ember hiányzik. Ajajaj. Atya úr, jó sokan vagytok. Minden ember egy robbanás, figyelj oda. Most csak fele annyian vagyunk a városban. Nem, milyen nyugat, ha csak itt. Mindenki itt van fel. Szerintem, hogy kicsit odébb mehetünk, így nézzük a távolabbra. Oh. Itt már biztonságban vagyunk. Hú, nagyon megadtad a levegőnek azt az ütést. Ha! Hú! Kár is neki, mert ilyen fogra történni. Lát, elfutott a kocsi mérgesz. Na már úgyis itt vagyunk. De menjünk vissza. Lehet, most van. Na jó, ma menjünk érte. Kúton. Menjünk vissza, lehet, hogy már visszajött az autókereskedő. Igen. Itt az Intercontinental körüli út mellett. Küldjek Kornit? Jó, csi. Én ezt nem hiszem el. Chopperre jöjjük. Úristen, mi történt? Mik? Smoothie-em. Motorogat nem kértétek vissza? Nem. Ó! Oh. Az nem jó. Van egy motorogat. És smooth egy kamiont hoz, vagy egy buszt? Remélem. Egy chopperre jön felszelni ennyi embert. Na végre. Neki van esze. Jó, felhívom. Hát ahogy mondja neki, hogy hozzon egy izét. Helit. Hát az még mindig csak négy személyes. Hát de... négy. És akkor oda megy négy ember, aztán... három ember megy, mert smooth egy. Hát igen. Haló, tudsz hozni valami sok személyes járművet? Te az tequila. Haló. Még hiányzik jó sok mindenki. Tequila és Bonnet. Ricardo, Riffo. James sorban. Itt van? Ja, repülőtéren sorban. Kicsoda? James. Elment izé, moci vagy autó, nincs vagy buszod? Én is elfutok hátra, megnézem, hogy a publik van egy autóm. Szerintem nincs az a baj. Ember! Vigyelek publikbe? Ja, léci. Mondjuk abban szerintem nincs autóm. Az a baj, izé legközelebbi az a bólom van. Stevie G nem tudott jól lőni, a pirosai sosem fognak győzni.
Hát ember, ez egy merénylet volt. Hát amúgy biztos. Ki kell deríteni, ki volt? Tudja azok a decegek, mondom én neked. Hát ilyen hackerek, nem? Van kit? Hát... Ezt az autót is ellaphatnánk. Nem tetszik. Ugye nem a legsebesebb ez az autó amúgy. Á, nem, nem, nem. Kösz! Nincs. Melyik felszerek én is valakit. De bevált az autó! Elviszek valakit! Kifigyek publikig. Motorér! Alex, kicsit tempózz már meg! Futok. Ember izé... Ne is tudom milyen tempóba. Fő publikba, Tali! A. Így amúgy sosem vezetek, pedig mennyire komoly. Biciklid van a fő publikba. Okay. Hát amit mi a kiránduláskor vettél nekünk. Ilyen kedves voltam. Igen, igen. Ja. Viszik majd egy sok személyes akkor. Két ember még fixen van ott. Hú, menjünk vissza az észbe, vagy hova menjünk? Hát el kéne venni még a tördetszekhez, nem? Jó, akkor hol találkozunk? Hát most itt mindenkit fel kéne motoroztatni, itt publikba, vagy nem tudom, van motorotok a városon belül? Halló, szerintem halló. Egy motorja volt mindenkinek, aztán az halló. Megyek, visszaértetek. Én még itt vagyok a benzinkúton, Megyek. Köszönöm. Van egy Guardianom. Hú, ennek lehet állni a patulján. Ja. Végül is ilyen nagyobb kocsikkal is, mert ilyen terepjárókkal is nincs motor, érted? Csak ne egy izével, Honda Civic-kel, ami lila Endo, színű. Endo, hova mész? Milyen színű legyen? Átfessem. Hát ballazos vagy? Igen. Balla, James. Ne, onnan jöjjek, az jobb. Ja. Jó. Na, hogy jöjjetek át a Guardianba. Nem föl kéne vegyetek pár embert. Kiket kell még felvenni? Azunk akkor egy pirosnál. Jó, de az engem, Alpha 60-nál megy, de megyünk. Engem most Thomas fölvet. Csoki áll még van ott. Csoki, itt vagy? Na, itt vagyok már előtted, nem válaszol. Meditál. Menjünk, kérdedek, Mikey. Járnél nagyon drága, de ja, de ez kb. Lost óta benn van a garázsomba. Még életemben nem azt látom, szerintem mondjuk. Ja, te vagy a piros ladával. Üljünk át. Ja, gyertek. Ah! Patanyát, te is Sky. Beülök gyere, én is. Na. Mike, mióta piros a ladád? Amióta megvettem. Így vettem meg. Miért nem kék volt és rajta egy piros csillaggal? Nem. Hú, az nagyon rég volt. Én nem tudom ki meg. Ez egy másik életben. Nem? Másik életben? Nem tudom, miről beszélt. 10 liter volt benne, Tomás, mondom, én itt nem tankolok bele benne. Üldeznek még el, lesatúzzak. Ó, Piros volt a lámpa. Ja, hát muszáj volt megállni, nem mehetünk el a piroson. Legális motoros klub vagyunk, semmi rosszat nem csinálunk. Persze. Meg a kocsiban volt. Nem gyűjtöttük fel a kaméliát? Nem. Nem akarunk fel őket elvenni. Srácok, idegen igazoltatni akar egy rendőr Nino, nem? Hát úgy tűnik nem. Nem. Teljesen szabályos megfordulás volt az a jutat. Na most akkor hol van mindenki? Hát miért szereltetjük ezt a remek náont? Merre? Az SS-ben. Ó, bassza meg. Nincs a bízétek, jippetek?
Sandybe. Várj, akkor keresek nektek, csak gyertek vissza publikba, ne szereltessétek. Na na na. Na 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 na. Várjátok meg, itt hozok nekik valami autót. Na 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 na. Gyertek vissza, Hamez! Adok valamit. Publik. Jó, jó. Jó napot! Cielo! Cielo! Újság! Mindjárt rendben! Здравствуйте, здравствуйте! Kérsz egy viszkit? Ja, útjőképes vagy? Nyit! Szuka! Kérbe csőröpköt jön már! Csősz! 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 Ja, kösz! Kösz, bőnye, kösz! Hello! Azt hittem azt mondja, hogy csősz! Papusra visszatér négyesen! Itt van egy kamacsó publikban, azt vihetitek? Mondja, vagyunk. Oh my god. Szevasz, Rifó! Csöcsö. Olyan dolgokra maradtál le, egyszer robbanékonyak voltunk. Kirobbanó teljesítményt. Kirobbanó teljesítményt produkáltunk. Ez tényleg most ilyen szuper csapat. A Dead Second megyünk levadászni. Elvileg sok fegyójuk van, vagy mi. Ilyen infókat kaptam, szóval elmegyünk azt... Kamacsóval? Nem, azt izé Jamesnek hagytam ott, hogy ne fos, ne onnan jöjjenek. Jöhetsz a motorral, csak nekünk, hát okay. Bum-bum lett a motorral. Ja, aha. Orosz Russian MOBA is back, MOBA? Na, 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 na. Majdnem. Na. Nem vagy csak így szeretünk. Na. Úristen, mi csinálsz? Úristen, ki ez a sok... Jézusom. Sok etnikai Los Santosi. Karakara is készen áll? Igen. Már ők. De akkor mehetünk szerintem, még várj, még izé valaki tankolsz. Smoothie, te tankolsz? Ja. Akkor mindenki megvan, nem? Itt vannak a rendőrök. Kezét csokkolom, jó napot kívánok! Csokék is? Ja, csokék itt ülnek mögöttem. Megvagyok szépen. Megállunk itt a pirosnál, akkor megvagy még a karakarát. Ich már, köszi a tír, egyes számod öreg, indultunk! Gyertek utánam. Max 8-ra megy ez a cucca, úgy számoljatok. Miért nem a füstölő vagy mi? Nem, csak nem nyomom, te furra, veszélyes. Így már köszi szépen a tényes számod, haver. Használd egészséggel a 23 falkásra volt ott. Köszi szépen a támogatásod. De hát ez fegyver nélkül, hogy fogjuk meg csinálni? Hát ember 16-an vagyunk még így. És neked van fegyvered, nem azt mondtad? Hát a kocsiba volt, ami lerobban. Ja. Nem lerobban. Hát basket, öklök. Bum bum. Késem? Ja, hát az is jó, nem? Egyből üssünk? Persze. Ha hát, lássadom, hogy lesz ott bárki, nem, meg kell próbálni, nem? Kell csinálni, főni. Oda bemegyünk, ja, túl sokat lopakot elvég inként, azt mondja, hogy sunyi akarsz enni. Már látom magamat, hogy ugrálok, ezt mondja, hogy kicsó. Jobbos! Halad Alex? No. Kinyomod a rádiót itt? Van rádió? Én sem hallom mindig. Skywalker Lajos! Köszi szépen öreg! Skywalker! Az a teres csírt, köszi szépen öreg! Jézusom! Szégyelni magát! Úst! Megtörjük ide egyetlen! Mert de se fordítod a motoron! Felnyomtam 100-ra a tempót! Iii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 i
lelkes szerelem. Erre nem kell. Végre sikerült számolni, örülök nekik már. Üdv a szabak között. Üdv. Aztán egészségedem mondta. És köszi a százas sírt. Na végre sikerült számolni. Ez a tempó már nem bírom fékezni. Ez a százas. Balra kanyar, balra át a másik sávba. Ez a lendület, nem bírok vele. Új, sok ember van, ez jó. 220 feled. Még mindig csak 100-zal megyünk. Fajtok, nem ezekre szoktatok ilyen drift autókat venni, vagy mit? Motiváljuk meg őket, hogy legyen kész most. Ja? 3 nap volt. Szép napot. Szavasz, pártyám. Segíthetek? Jó napot, valami főnököt keresünk. Már is hívok egyet. Kösz. De rendes vagy. De szép Audi. Fodrászott számát add már meg. Picit félre megyek. De bunkók vagytok a kurva. Szia. Alaszoft. Igen.
Nem csúcs így. Itt van, hogy hallod, itt van a kurva sokan. ez mi ez a ferka? Kérdezik, hogy miért keresik. Hát ez a legjobb ferka. George. Miért keresik? Mindannyian szeretnék egy drift autót venni. Mindannyian szeretnének drift autót. Hát én hozzáteszem, hogy inkább... Nyelekezik, hagyom mondok. Hát mondjam, az összeset. Én meg a legdrágább. Nekem vehettek egy szuprát amúgy. Hát mennyibe kerül amúgy? Vajagosítványok? Hát valakinek van, valakinek nincs. Ne egyszerre. Mindenkinek van? Nem. Hogyne. Nincs. Így már köszi a számgiftet Milánnak! Köszi szépen, hogy számgiftet érőleg, és Milán gratulod a számodhoz! Használ teljes egészséggel az emótokat, köszi szépen! Ez ilyen legendás kocsi. Ja igen, látom. Sem fog idején. Legendári. Na, annyi a lényeg, hogy csak azoknak vehetjük fel a kérését, akinek van jogosítványa. Akkor írja el a jogsit is. És jön ember, akivel tudunk beszélni erre? Azt sajnos én nem tudok. Hát akkor ki tud? Hát én még csak ügyintéző vagyok. Hát miért nem ide a főnöket? Hát vele akarunk beszélni. Még nem intézed akkor az ügyeket, ha ügyintéző vagy. Uram, azért nem kis pénzről van szó, ne szorokozzon velünk. Győzze meg. Ne nekem kell ilyen. Hú, de mérges lettem. Hát, atya, nagyon le akarja hallgatni. Na, ha kurva mindenit. Hogy szalad? Kik vagytok, kérdezi. Kik vagyunk? A Fallen MC. Emberek. Fallen MC. Spártaiak. Lehet? Kik vagyunk? Mindenki rajta a kolon. Kik vagytok? Én izé vagyok. Eivor. Hogy jött követik a többiek? Szeregod végig a tárak mellette. Ne is feltűnni. Ne te! Nem feltűnni. Öcsém, igazi asszaszinok a javában. Menjél össze, hogy kicsit van. Aha. Jössz. Kösz. Jön. Jaj, ugorjon már egyet, uram! Ügyintéző úr! Akkor a búk van a lábán. Mondja, Csoki, hol vagy? Ő nem nekem beszélt. Tényleg 800 ezer, ami ott van az a két kutya? Melyik? Hát na, ez itt. Az nem drift autó. Nem, akkor mi? Hát ilyen nekem is van. Ez 5000 a sokkal. Miért akartok mindent feltörni? Ki akarja feltörni? Ki akarta feltörni? Melyik parasztok? Ja, senki sem. Mi volt az? Jó, menj onnan. Ki szakad még a Fallenből streamelni? Prr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 r
el akarom költeni. Nem tudom, ki streamelne még a falemben? Most gondolkodom. Szóval, motoros létel, a fasz a drift autót. Á, cső, csak jó. Vesznek is drift autót? Csoki ritkán, inkább The Bros Gang, ugye? Ugyanannyi, nem? Chris még szagol. Hát, igen. Na, ez a beszéd. Maga tényleg nagyon úgy intéző. Ez egy drift autó? Igen, igen. Nézd meg. Nem, ez a rózsaszín is? Ez a Mercedes. Hát visszatértem én is. Hello! Hol vagy? Itt a benzinkúton. De itt van még rajtam valaki. Kívül. Elmegy valaki értük a karakarával? 61-10. Edem? De én. Elmegyek. Nem tudok hozzátni sajnos. Te meg nem? Tényleg. Jó, elfogadom ezt a választ. Mikor lesznek legkamarabb? Egy 2-3 nap múlva. Mi a vezetők? Nem. Ja. Akkor lehet drifti akarok csinálni. Ja, azt hittem. Mike, itt vagy? Na. Mik hozzák a többieket ott a... izé, medve elment a többiek. Ki ez a Ferrari amúgy? Az egyik kolléganőmi. Na, nagyon szép. Hát van egy biftánk. Meg az autó is. Ez tényleg szép autó. Akkor nem kell menni? Nem. Ja, akkor gyere vissza, azt gyertek ide a biftával. Már vagytok. Mennyi szám van? 541! 600, a célládá egyszer meg lesz. Akkor meg lesz, ha nem. Nem érjük a tankból. Ennyi. Jaj, már ide a főrök, hát nem érünk rá egész nap! Csó, itt Stevie G az utca réme, hívjon fel, de kurva gyorsan! Stevie, ki a faszom? Rágyújtok én is. Ez a kijelölt dohányzó részleg. Mi szkányzó? Még nem tudom a nevet. Nem mi? Csak azok így értem a fontos számokra. Igaz? Valamelyik ötök telefonszáma 25-27. Mennyi? 25 27. Nem.
Mit néztek, csirkék? Hát, mit csirkék? Miért küldenek random izé képeket a kocsmáról nekem random emberek? Biztos tetszik neki. Igen, amúgy értesen ezért. Ja. Kockodács. Szerintetek ide érnek vala ezek a főnökök, hogy csak átver minket ez az intéző gyerek? Nem, tudom, akkor le is ütem a faszomba, hogy átver. Atya már fenn van az izén tetőn, azt néz minket onnan. Helyes, helyes. Krát, totál fenn nézzétek. Ne integes, te fasz, hát basz meg észrevesznek, észreveszik. Miért vagy a kretének? Azon azt helyzet, hogy... Mondjuk, ha nem kiabálnál, akkor tőnök, nem tudod el kell hallani. Atya, te nem megfigyelő vagy. Ugye, jön egy fekete Audi egyébként. Jó. Köszi. Nagyon fej. Hello. Megfejel egy Scotty fiú. Meg egy fehér furkon. De az szerintem munkás. Basz, baba. Nem tud normálisan viselkedni, ez inkább állja hátra, ezt izé ülj le a sarokba. Most nem látok senkit. Maradok. Nem már. Probléma szokott lenni. Jó napot, uram. Én mindent látok szerencsére. Jó napot. Azt szeretném hirtelen, mennyien lettek. Eddig is ennyien voltunk. Eddig is ennyien voltunk. Jó, csak... Jó. Miben segíthetünk? Maguk itt a főnökök? Nem igazán. Hát öltözködik. Ja. Szépségversenyre. Készül. Akkor megvárjuk. Így hölgy a főnök? Igen. Így is van. Maguk ilyen kis főnökök? Hát nem. Egyszerű oktatók igazából. Ja. És a hölgyel mikor tudunk beszélni? Hát megcsinálja a ruhát, azt mondta és jön igazából, már legyen 15 perc csinálja, úgyhogy még maxi 15 akkor perc lehet. Hát igen, körülbelül. Úristen. Rákérdezek. Mennyi főnökük van? Kettő. Mindenki főnök. A másik a mi helyzet? Az is hát az most... At Lux vagy, At Jux, köszi szépen neked is a tírejest, javíts ki létszi a rossz szomra veled, köszi szépen a számot, öreg, köszi szépen a támogatást. Ez a Dávid, köszi Stausznak a subgiftet, a 147-et, köszi szépen, köszi. Ez drift autó? Melyik? Amivel jöttek? Nem. Hát nem értünk hozzá, azért kérdezik csak. Jobb utána járni a dolgoknak. Azt szeretnének menni? Persze! És miért? Karodomban, hátodomban. Miért akartok? Szultán. Matricával egy. Egyedi. Sokat, ez egy szerint. Sokat. Ja. Sok szultánt matricával. Nagyon sokat. Ja, jó, ez annyira nem sokat. Szultán. Nekem jó a szupra is. Úgyhogy adom drága, úgyhogy. Elfogadom a szuprát is, igen. Én minden szar nem kell nekem már. Jó van, Csoki. Túl nega. És tudják, hogy milyen vagy? Egy autó megállt a toknak a túlsó oldalánál a hangár. Ki akarjátok próbálni? Igen. Hát, igen. Ja, hát akkor kipróbáljuk. Amíg várják a főnöket, legalább csinálják valamit a többiek. Subaru nincsen. És eldugta az autóját. Meg a rendőrök is megérkeztek. Csak bejegyzik. Ó. Rendőrök, ja látom. De csak az az autó? Az egy? Mhm. Ez az egy előre. Feljé van a spanom. 220 van előtt! Folytatni kell ilyenkor, Sky. Nem tudom a szöveget. Én se. Nem! A hívott szám jelenleg nem kap. Na várj, Atux, írtad, hogy kell írni a neved? Remélem, leírtad? Na várj, nem látom. Nem írtad le, hogy kell mondani a nevet. Most nem tudom, hogy... Atiux-nak hívjalak? Ati. Ennyi, easy. Ati, köszi a subgiftet! Csabika Hun, Atiux, ott is van. Elsőre. Atiux, jó, fasza. Köszi a subgiftet! Csabika Hun, 2018-ak. Mehetnek itt a falka giftek, srácok. Pöröketnek. Szia, Suri, egy kérdésem lenne. Az a YouTube vidi neve, hogy a Bloods visszavág. Abban a skinetek neve, ha szabad kérdezni, milyen skinetek? Az a frakcióruhánk egyébként illegálban. Bement a rendőr az elbújt autóhoz, most meg elhajtott. Elnézek, arra megkérdem, mit csinálnak. Elviszem valamelyik motort. Mit csinál?
Merre volt ez pontosan? Irányíts! A rendőr elment, viszont az a Ford kétszemélyes autó még bement a hangárba. A túloldalt balra. Szóval mondd, hogy a jó irányba megyek. Jó irányba megyek? Nézem, nem. Menj ki ide a főútra vissza, ahonnan jöttünk, és átmenni teljesen a másik oldalra. Ja, hogy az út túloldal. Errari, köszi a szemügyet Kristófnak! Jézusom, Kristóf, gratul a második óra, az köszi, meg ketté szemügyet, Errari. Ja, gyere, és akkor itt balra. Igen. Ja, és abban a nagy hangárba? Igen. Reuni a régi hákója. Most jó felé megyek, ugye? Igen, megy előre. Mi van ma, srácok? Vagy a giftek napja, és már megint scam train is van? Ment be. Hát megnézem, mi van itt. A baj van, sikítok. Áh! Csokoládé testvére, merre vagy? Itt vagyok a vizé, kóla. Gyere már ide előre az őt foshoz. Rossz, de hány bandába voltam? Miért hát, az zárna? Tudod, banda, nem banda, egy frakciót számolnak, akkor... Vernyogás van. Három? Rendőr. Egy darab rendőr. Fölment a... elkerülő hídon. Nincs benne már itt a Ford. Hát, pedig ott kell lennie, mert nem jött ki. Az érdekes. Nem látom akkor, csak szimplán. És valami konténer, amivel ott el tud bújni. Ah, lehet az van amúgy. Nem tudom, lehet elrejtette a jól a kocsit, vagy se tudja. Rendőr lejött a drift pályára. Lehet amúgy kihívták ránk a rendőrséget, arra van esetleg esély. Ati Ux, köszi az 110-esét, baszki, köszi szépen a baszó támogatásokat. De mire fő? Fej, van még akkor rendőr kontaktom. Elmegy, igazából csak nem tudom, mit csinál, nézelődni. Elmegy. Nem lehet, hogy lopott rendőr autó? Most halló. Hello Dimitri, kérdésem Szabasz. Lenne, nem hívtak ki titeket esetleg a drift pályához, hogy mi ez ide le a dokkok, az elvileg ránk? Nem tudok róla. Nem? Mert furán körözök a rendőr. Nem tudom, van lopott rendőr autó? Az lehetséges? Hát nem tudom, megkérdezem, mi van, mert éppen most más itt nézünk, úgyhogy... Ja jó, hát azt hittem ránk hívtak már megint a rendőröket, pedig drift autót akarunk venni. Ja jó, megkérdezem rádió, hogy jó. Jött onnan bejelentés. Jó, köszi szépen. Nincs mit. Halló. Hello. Jössz, Dani? Nem jött bejelentés. Ja, itt van a főnök? Vagy mi van? Aha, hozzád jött az öt. Jövök. Jobb, jól néz ki? Nagyon, igen. Nézőpont kérdése, főnök. I am here. Itt van még egy rendőrautó, hogy körözget. Szép napokat! Jó nap! Szép napot! Lehet valami, hogy is mondjam, kicsit diszkrétebb helyen beszélni, ahol nem... Persze, nem tudom. Velem. Jó. Jöhet velem még itt a... Persze. Másik felem is, gyere Rifó! Már 5 éve együtt vagyunk. Isten ments, nem? Hát... Out! Ich már köszi a 100-as és köszi, aki bekérte a hangot is. Minden embereim vannak. Az identitás, ugye? Jó, de más az identitás és a szexuális identitás. Hű, hova visznek minket? Ugye beledob minket a hajóba. Itt megfelel? Persze, tökéletes. Hát... kicsit fura kérdés... Jézusom. Parkőr nincsenek itt az emberei. De arról lenne szó, nem tudom, hogy ők hajhatják-e azonban. Kicsit elmentek innen. Köszi. Hát arról lenne szó, hogy csiripelték a madarak, hogy... Meg ugye már régóta a városban vannak, régóta jó kapcsolatot ápolnak jó sok emberrel, meg ilyenek. És hát nem tudom, nyilván hallott róla, hogy
Most így a fegyver beszállítások a városba így leálltak. Mindenféle módon. Tehát mi meg oda jutottunk, hogy már arra sincs elegendő fegyverünk, hogy megvédjük magunkat, és azt csiripelték a madarak, hogy maguknak még lehetséges, hogy sok is van. Hogy maguk most kereskednének ezzel? Nem, semmiképpen. Csak semmiképpen saját használatra, sem. Önvédelemre használjuk a fegyvereinket, nem... Nem veszünk részt ilyen illegális dolgokban. Ja, értem. Meg nincs is sok, egy pár darab lehet. Arra meg sajnos szükségünk van, mert ugyanezen okból kifolyólag nem tudom, hogy ki miből gondolta ezt, hogy nekünk van egy nagy csomó fegyverünk. Egy pár napja erre voltak és köszi szépen! Tőlünk Ati! Szerezni. Ati Ux, köszi 350-est. Vagyis hát finoman szólva kérni. Érdekes egyébként. Akkor maguk is le vannak apad vagy gyakorlatilag fegyverterén. Hát szerencsére nincs rá szükségünk, így nem is tartottunk olyan sokat, van egy-kettő, de az tényleg csak akkor van nálunk, hogyha veszélyben érezzük magunkat. És mit gondol, van valami alternatíva, honnan lehetne szerezni maga szerint? Tényleg azért mi is eléggé fenyegetve érezzük nem tudom, magunkat. Sajnos. Mi a fegyverboltból vásároltunk, de ott azt mondták, hogy valami probléma lett a gépekkel, vagy valami ilyesmit mondtak. Érthető, abszolút. Jó, hát köszönjük azért, csak erről akartunk kérdezni. Ó, hát igazán nincs mit. Aztán sok sikert a szépségversenyen. Köszönöm szépen. Jó van, akkor nem is zavarunk tovább. Majd még a driftautókkal kapcsolatosan visszatérünk. Rendben. Köszönjük. Nincs mit. Big Fitz, köszi a 100-as sírt, köszi szépen. Nem tudom, hogy hinni kéne nekik. Mert amit atya meg George is mondtak ugye nálunk, az nem illik össze azzal, amit ők mondanak. Gyertek Kai meg Erik, most már lépünk lassan. Jó. Mit verekedtek már megint? Mi az Isten történik itt? Semmi, csak ezek nem Összeveszlek rajtam, uram. Összeveszlek a hölgyen, vagy mi? Ő egy hölgy? Nem. De hogy nem szeretném. Mondta, hogy indul a szépségbelsőn, tehát. Jó, indulhatunk lassan akkor. Gyerünk. Oké, főni. Nyia. Tü. Hiszel nekik, Rifo? Miről jutottál? Hát igazából... Mit mondta? Az a baj, hogy atya meg George is azt mondta, hogy elvileg ki vannak tömve azért rendesen, ugye? Hát valószínű. Most meg itt az a hát azt mondták itt nekünk, hogy... Azt mondták itt nekünk, így nem fogsz utazni. Biztos nem utazol a lény. Próbáljuk meg. Kettővel többen vagyunk amúgy, mint ahogy ide értünk. Valaki bedobta. De van ott egy bifta. Biftát is használjátok. Szóval elvileg, atya de szerint is, meg George szerint is tele voltak legalábbis nem olyan régiben. Azóta meg elvileg nem nagyon tudták felhasználni. Plusz nekem jött egy külső információm is, ami szerint elvileg több száz fegyverük is lehet. Szóval ezért nem értem azt is. Szerintem, amit atya is mondott, hogy a Bloodstall szerezték be áron alul, ő azt mondta, hogy a fegyverboltba vették. Ki vesz a fegyverboltba fegyvert? Akinek sok pénze van. Szerelő. 18.000 dollárért venni egy fegyvert, mikor megvetted 8.000-ért? Nem gondolnám. Nem hiszek neki. Sok pénz. Meg alapból azt mondta, hogy sose kellett nekik, úgyhogy sose tartottak sokat. Tehát ez nyilván kamu. Persze. Majd George hibán tudja, hogyha onnan jötted. Micsoda? George hibán tudja, hogyha onnan jötted. Ja, George-it kell majd megkérdezni pontosan, hogy most mi lehet itt a móka. Ki kéne pakolni valakiket, mondjad? Megkérdeztétek a nevét? Nem, de ilyen... Nem tudom, mintha láttam volna már ezt a hölgyet. Egyszer biztos panaszkodott nekem, amíg rendőrségességes voltam. Fogalmam sincs a nevéről. Is a nevét. Ilyen...
Dean? Ja, meg is van Dean. Nekem a száma. Nekem is. Nekem is. Nála regisztráltam még a jogsira a legelején. Igen, ilyen ősz haja volt, nem is ilyen ősz, inkább ő fehér haja volt, nem tudom, festett. Ja. Nekem főérekem volt. Igen? Ja, meg is van a száma. De akkoriban tartottak fegyvert, só? Hát nem tudom, annyira tudom. Volt két gyerek, aki volt benne ilyen vadászok, hogy komikó jönnek a kajájában. Volt fegyver, mindig amikor hoztak akármit is. Szóval akkor pedig nagyon gatók. Egy zébben ugye, liftből. Annyi autót vettek az elejében, hogy nagyon megatók. De hát akkor érted, mire költik más a pénz, mint fegyverre? Erre kimegyünk autópálya. Érted, most mondja egy show, hogy nagyon sok pénzük lehet, mert sok driftautó el kell, ugye meg minden, érted? Ha tegyük fel milliókat összesikert, és sikerült pakolniuk, meg szedniük, akkor mire költenék a pénzt, mint hogy fegyverre? Gyűjtögetik, vagy mi? Az is lehet. Elássák. Most volt olyan nap, ahol egy nap egy millió jött be, csak az így külön. Szóval... Egy nap egy millió? Hát igen, mit nem vettek két driftautót. Mennyi levest el kell? Igen. Hát amúgy nagyon sokat. Úgy mikor PD-sok voltak, akkor volt egy időszak, amikor ilyen aktívabbak voltak, aztán... Ja, de igen, az a Decek volt, az a maszkos brigád, nem? Ja, mindig maszk voltak, 024, igen, arra emlékszem én is. Van egy kulcsi, hogy a Decek még van. Jaj, ezek a kifak. Fel kell hívnom a kontaktom. Végéset. Edudai a ruhat azért. Lehet az Edudát, mert beszélj belom. Ez lesz az. Suttogtak a nóm? Zsaru. Nem, csak ez a meleg itt elő. Már rájön meg az útszél, még nem megyünk haza, még lehet vissza kell fordulni. Még én sem tudom, hogy most mi legyen pontosan, mert tudja, hogy kamoznak. Mindjárt felhívom itt a kontaktomat, azt megkérdezik, ők mit tudnak. Pedig azt mondták, hogy fix infójuk van, hogy ilyen 170 plusz fegyverük van. Álljunk meg itt az útszélén, húzodjunk le majd elsőnk. Akkor minden rablás, mindenki fegyverre tőlük. Úgy is van. Szereztem egy csomó fegyvert a jövőzőt. Elvettem az emberemtől, ismerek. Na, majd visszaadom, faszottam vissza. Halló, tessék! Szép napot, kivel beszél? Kivel? Hát... Tudja, néha használom a telefont. Aha. Ja, aha. Tegnapi beszélgetésünk kapcsán hívom. Igen. Miben segíthetek? Hát... Annyi a lényeg, hogy információim szerint, hát nem tudom, van ez a Dreadsec, ugye, amiről tegnap beszéltünk. Igen. Vagy az, ugye mit is mondtatok, mennyi fegyverük van? Hát a mi tudomásunk szerint legalább 170. Érdekes, mert igen, most legalábbis ezek a pár kontaktom most konzultált velük. Elvileg ők csak önvédelemre használják, a Bloodshot-ból vásárolták, és 10-15 körül mozog. Ez teljes. Hát kivásárol a Bloodshot-ból, kezdjük ott. Hát igen, ez az egyik. Kérdezze meg milyen fegyver, mert ugye csak vintage-et meg kombatot lehet. Nem tudom, nem én voltam ott, de nekem ezt mondták. Hát ez azért érdekes, mert elméletileg ugye mi amikor utoljára hallgattuk ki őket, akkor valaki 10-et mondott, valaki 30-et, valaki 40-et. És aztán viszont, lehet 170. Hát igen, csak ugye én ezt azért gondolom, meg tudom, ugyanis elég jó kapcsolatom van, és ugye megkérdeztem, hogy hát mikor rendeltek utoljára. Az a helyzet. Ugye megkérdezik, mikor rendeltek utoljára, és ők azóta nem nagyon tevékenykedtek, mint illegál. Tehát illegális tevékenységet nem nagyon csináltak, se rablás, semmit körülbelül, és utoljára 170 darab fegyvert vásároltak. 170 darab fegyvert? Így van, és plusz nagyon mellé legalább ilyen, hát legalább ilyen 100-200 tárat mellé, meg ilyen 50-60 darab milli fegyvert.
És mint mondom, azóta ez pontos, ez, tehát ez olyan fix info, hogy én még élek, hogy azóta fegyverstopp van náluk. Tehát, hogy nem vehet ki akárki tőlük fegyvert. Tehát mi van, eladták úgy közbe? Nekünk se akarták eladni, jó viszonyban voltunk, és ilyen kritikán aluli, vagy hát inkább kritikán felüli árakat akartak, de igazából elmondták, hogy nem is akarják eladni. Mert nagyjából ők arra szeretnének rámenni, hogy majd amikor itt már mindenki baltákkal meg kaszákkal harcol, akkor majd nagy pénzekért eladják. Hát akkor még mielőtt erre lesz lehetőség, az előtt kell lenullázni őket. Hát igen, csak tudja, az az érdekes, hogy tehát hogyha ugye erre várnak, akkor tehát nem nagyon van szükségük amúgy sem, mert azt mondták, hogy pénzzel is azért jól állnak, tehát igazából annyira nincs rá szükség. 170 fegyvert vesznek, akkor igen, ez gondolom nincs igen, probléma. Tehát, igen, igen, és nem is nagyon kellett, azt pótolják, tehát nem nagyon küzdenek azért, hogy úristen, vettünk majd 200 darab fegyvert, ami hát azért, ugye azért tudjuk, hogy milyen mozog. Rengeteg. Hát ez rengeteg pénz, igen, persze, plusz azért árak mindent, tehát ez tényleg milliókról van szó, és ezt nem is nagyon kell visszatermelni. Persze, ha kevesen vannak, ugye akkor logikus, hogy nincs akkora fogyasztása se, mint hogyha folyamatosan ugye 30 ember kell etetni, itatni, de... Végé főnek a srácok, ezt nem nagyon küzdenek azért, hogy úristen, az a pénz az nagyon hiányzik, vagy a fegyveren is simán megülnek, tehát... Az én véleményem az, hogy ez csak hanta. De egyértelmű, hát kiadja azt, hogy kivesz a bloodshotba a fegyvert, főleg, hogy... Persze. Azért mi is hallottunk, hogy régen azért próbálkoztak dolgokkal. Hát igen, 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 ez így is van. Mindegy, majd meglátjuk, milyen ki belőle. Lehet egyik nap meglátogatjuk őket mi magunk is. Hát sok sikert hozzá. Hát... Szívósak? Tessék? Szívósak? Eléggé vagy, annyira nem? Ja, hát nem, azért el lehet velük beszélgetni, de... Tényleg haladni kell vele, meg jó helyet találjátok. Igen? Hát arra van egy pár ötletünk. Akkor jó, akkor probléma nincsen. Jól van, köszönöm akkor a telefont. Na, nincs mit. Iszal. Na, beszéltem most itt a kontaktommal. Elvileg nem is olyan régen 170 fegyvert vettek a Bloodstól. Egyszerre. Egy vásárlás alatt. Mondtam, nagyon teli vannak. Belegondoltok, 50-et vettünk 530 ezerért, akkor számoljátok ki a 170 mennyibe kerülhetett. Igen. És elvileg nem is nagyon ütötte meg őket az a bevásárlás, csak azóta nem is költenek, majd is használnak el fegyvert. Úgyhogy valószínűleg rohadt sok fegyveren ülnek, valahogy meg ki kell húzni belőlük, szóval szerintem majd valamelyik nap tervezzük meg, hogy kéne itt a szitut csinálni, találjunk egy jó helyet, majd elviszük őket, aztán vigyük el ezt a csajt, akivel most beszéltünk, aztán kérünk érte jó sok fegyvert pénz helyett. Aztán az úgy működhet. Na jó, menjünk a kocsmához szerintem. Oké. Te nem mész ott, ahol ő? Nem. De miért? Mert nem. De miért? De miért? De miért? De jó volt az a reklám. Nem. Ez igaz. De miért? Érzed abba felé. Ma már nem lesz fészes, srácok, nincs idő, mert... Van itt valamit a reptérnél. Itt van a elmes nyílt nap. Ja? Egy kopasz mondta nekem. Lehet, hogy mikor járt árulni. Így de faszom. Ja, mondja, adjátok, ahogy van. Hát... Itt robbantjuk fel akkor a kutat. Ja, meg itt a helyi járat is. Tényleg. Ha kérdeztitek bárki arra, hogy hol voltunk ma, magyarok, csak a kocsmán, semmiképp se jártunk a redszeknél. Tagadjátok le, az hogy oké. Mi ez a... ...dipsulinása. Ja, a kocsmánál. Az azért mondom. Kik azok a deszek? Szerintem valakit felrobbantgatta a motorokat amúgy, mert itt van egy-két robbant motorom. Hozzánk kellene felrobbantani motorokat. Úgy néz ki. A kurvára vonatok összetnek. Rohadj, amik jó, hogy itt hagytam a motoromat. Lőttek a motorom. Meg a Mercit is ugye. Bazd meg az a szélső motor. Tudják mi a jó. Robbant be. Jaj. Várjál Pőni. Az én motorom robban. Ó, drága kicsikém. Téged nem bírtak fel, jó. Ne. Szegény motorom. Mai este még össze kéne ülni, összedobni a tervet a... erre a támadásra, úgymond. A deccek ellenire. Good. Mikor lenne?
Hát nem tudom, nem a még installálvalak, mert ugye hát nem előítéletes vagyok, vagyis hát de holnap ne legyen szerintem, az biztos, tehát valamikor jövő hétre kéne. Ja, hogy a maga a támadás? Ha. Ja, hát inkább izé jövő héten, ja, holnap tuti nem lesz. Holnap én sem vagyok, meg mentek versenyezni, ja. Mindegy, majd addig találjátok ki versenyzik holnap a dolgokért. Azt mondtam, George. Jó, majd hát szavazzuk meg. Majd kellene szerezni egy jó kocsit is hozzá. Hát ez ott fogunk kapni, vagy nem? Mindegy, majd max adok pénzt rá, azt cseh. Mi nem gészünk? Én nem mondom, hogy bárki engézik, srácok, csak tegyetek, muszáj elővigyázatosnak lenni. Mi lesz holnap? Vasárnap? Na az a beszéd, ezt akartam hallom. Ó, Máté csá, az nagyon kobajat vegy a cseten. Úgy látom, stresszes a hatodik osztály. Nektek kell venni? Jó, shit. Két pirós bácsi. Én ja, kell pénz, akkor kell pénz kocsira, akkor izé, Rifó vagy Tomás ad izét. Ad pénz szerintem amúgy, csak szóljatok nekik. Na jó, én szerintem lépek mára. Pozi főni. Majd még este jövök szerintem. Éjjel. Cső. Szevasztok! Hello.